alapításának 35. évfordulója alkalmából adott ünnepi koncertet a királyi kastély lovardájában a Gödöllői Szimfonikus Zenekar december 4-én. A közönséget Horváth Gábor karmester köszöntötte, kifejtve, hogy nem is találhattak volna alkalmasabb darabot Beethoven 9. szimfóniájánál az évforduló megünneplésére. A koncerten közreműködött a Somos Csaba karnagy vezette, kiegészített Vas Lajos kamarakórus, szólisták voltak Fodor Beatrix szoprán, Medgyesi Schwarz Lúcia alt, Horváth István tenor, Cser Krisztián basszus. A vastaps után dr. Gémesi György polgármester Ferenci Annát és Kecskés Józsefet a zenekar segítőiként köszöntötte, a jubiláló szimfonikusokat pedig egy tortával lepte meg.